Már kora reggel nagy volt a forgalom a hajdúsági hulladékgazdálkodási Kft. Konténerei körül. Április 22-én, a Föld napján ugyanis, hosszú évek óta hagyomány, hogy minden böszörményének a már elnyűtt, nem használt elektronikai eszközeit térítési díj megfizetése nélkül begyűjtik. Külön kerültek a háztartási nagygépek és külön a kisebb berendezések a főtéren felállított tárolókba. Azért fontos, mert hogy ne az erdőbe dobálják ki, ezt minden évben megrendezzük, és hát az idősek is hordják kifele, örülnek is neki. Mit tapasztaltok? Leginkább milyen eszközökkel szokott gyarapodni a konténer? Mosógép, általában a régi fajta tévéket az örömmel szokták hozni, számítógépeket, meg az ilyen elektronikai dolgokat. Hát minden évben van vagy 6 darab konténerre, és ez nem is szokott változni, ez általában mindig 6 megvan belőle. Balogh Jánosék több elromlott műszaki eszközzel érkeztek a főtérre. A híradásból értesültünk a Szabadhajó újságba, olvastuk, hogy van erre lehetőség, hogy a műszaki cikkeket le lehet itt adni a városi konténernél. Én azt gondolom, hogy a háztartásokban alapvetően jellemző az, hogy halmozódnak egy ideig ezek az eszközök, és aztán az ember megunja és elhozza. Ti is így voltatok ezzel? Igen. Mivel otthon nem lehet tárolni, így jó dolog ez, hogy kitalálták, hogy ezt össze lehet gyűjteni, és akkor a város meg majd megsemmisíti. Több helyszínen és több csoport tette a szemétől tisztábbá Hajdúböszörmény városát április 22-én. A kora reggeli órákban a Csónakázótó környékén a Városháza dolgozóival is találkoztunk. Hajdúböszörmény 1994-ben csatlakozott a Földnapja mozgalomhoz, immár a 29. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt. Hagyományos programokkal minden Földnapja egy személyszedéssel indul, általában a városból kivezető utak mentén állnak össze csoportok, és ők próbálják rendbe tenni, amit más tönkrete szétdobálta a szemeteket. Ezentúl a főtéren a művelődési ház előtt van egy informatikai hulladékgyűjtés, az is mindig nagy tömegeket mozgat meg, sajnos nagyon sok elektronikai hulladék is keletkezik, tehát ezeket begyűjtjük. Délután pedig egy rajzpályázatot fogunk díjazni, ezt korábban meghirdettük, így védem a környezetemet címmel, óvodásoknak, iskolásoknak. Nagyon sok pályamunka érkezett, nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. Én nagyon örülök benne, hogy már a gyerekek ilyen fiatalkorban átérzik a jelentőségét annak, hogy a Föld az egy, az emberiség számára addig tudunk élni, ameddig a Föld él. És ők is nagyon innovatív ötletekkel jöttek elő, hogy hogyan lehet a környezetünket megvédeni, rendbe tenni. Ez azért is fontos, mert folyamatosan szaporodik az emberiség, jó 250 év alatt közel 10 milliárdra fog nőni, hiszen még 1804-ben 1 milliárd lakosa volt a Földnek, 2050 körülre pedig már 10 milliárdra teszik. Ez nagyon sok problémát okoz, azon túl, hogy öröm, hogy szaporodik az emberiség, egyre nagyobb az igénye embernek a Földdel szemben, szinte kizsákmányolja a Földet, hiszen lehalásszuk a tengereket, óceánokat, a őserdőket kiirtják, felszántják, hiszen élelemre van szükség az embereknek is, az állatoknak is, ugyanakkor az állatvilágot is folyamatosan pusztítjuk, hiszen az életterüket mondjuk el, illetve egyre több állat válik táplálékkal. Ugyanez van a levegővel is, a levegő minősége is folyamatosan romlik, hiszen egyre nagyobb üzemek létesülnek, amelyek bár ugye nagy gondot fordítanak a légszennyezettség csökkentésére, de mégis szennyezik a levegőt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmet, hogy igen, a Föld egy van, a Föld óvni kell, védeni kell, és ezt csak úgy tudjuk, ha minél kevesebb szemetet termelünk, illetve olyan hulladékot termelünk, amely hamar lebomlik. Leginkább a nájlon műanyaga veszélyes, hiszen annak a lebomlása akár 1000 év is lehet. Ugyanígy a pelenkák, az eldobható pelenkáknak is közel 550 év a lebomlás idője, tehát ezek a nagyon veszélyesek, és ezért javasolják, hogy álljunk át a papír csomagoló eszközökre, amelyeknek néhány hét a lebomlás ideje.
Hajdúböszörmény önkormányzata emellett a környezettudatosságot az elkészült vagy a folyamatban lévő pályázatok tekintetében is kiemelt jelentőségűnek gondolja. Így van mindenképpen, tehát nagy gondot fordítunk arra, hogy minél energiatakarékosabbak legyenek az épületek, tehát erre külön pályázatokat adunk be. Ugyanúgy megpróbáljuk a környezetünket is szépíteni, tehát minél több zöld felületet létrehozni, ezeket óvni, ápolni, és arra is nagy gondot fordítunk, hogy lehetőleg a környezetet akár a autóközlekedésben is próbáljuk csökkenteni. Erre fog majd megvalósulni az elektromos járművek beszerzése is, ami a közeljövőben várható. Ügyessen gyerekek, jó? Mehet bele erre az oldalára is menni. A délelőtt szinte minden nevelési-oktatási intézményben gondot fordítottak a pedagógusok, hogy a környezetvédelemre, a környezettudatosságra felhívják a gyerekek figyelmét. Így volt ez a Csillagvár óvoda Hétvezérúti telephelyén is, ahol többféle tevékenységbe is bekapcsolódhattak a legkisebbek. A környezetvédelmi munkaközösségünkben minden csoportjában azért rendkívül sarkalatos a környezettudatos nevelés. A zöld jeles napokon különösen szeretnénk ezeknek a napoknak az üzenetét továbbítani a gyerekek felé, hogy hogyan. Azt mindig próbáljuk úgy ötletelni, hogy a gyerekeknek érdekes legyen, játékos legyen. És lehetőleg mindig próbálunk a szülőket bevonni. Nem csak mi, a Hétvezérút 4 csoportja van ebben a környezetvédelmi munkacsoportban, hanem a Dobó István útból is, és a Kölcsei Ferenc útból is egy csoport, és Hajdúvidi tagovoda is. Szóval ezt próbáljuk hangolni, összehangolni is a munkánkat, egymás munkáját is segíteni ötlettárakkal, meg közös megvalósításokkal. Most a Földnapja alkalmából ugye kezdtük a gyerekek felé, mit is jelent az, hogy földnapja? Mert azért ez nem olyan megszokott, hát mi az, hogy föld, és először is ugye anyagféleségekkel, amikor föltalálatok, válogattuk, szelek, kiskukákat készítgettük, a pocakja mivel telik, mi az, amit szeret, a sárga kuka, a kék kuka. Aztán ugye tudatosítottuk, hogy otthon is vannak ám ilyen kukák, és otthon is szelektíven gyűjtjük, és hova kerül. Elmentünk a hulladék lerakótelepről, aztán láthatták azokat hatalmas bálákat, a gyerekek, hát óriási élmény volt számukra, és aztán hoztuk tovább, hogy nem csak újrahasznosítják és elszállítják, hanem mi is tudunk ebből sok-sok-sok szép dolgot készíteni, és barkácsoltunk egy egész héten. És az mellett, hogy barkácsunk, azért ellátogatunk, amikor azt mondjuk, hogy azért ne termeljünk annyi hulladékot, hogyan lehet, és akkor piacra megyünk, meg olyan csomagolásmentes boltba, ahol azért már hulladék nélkül tudunk vásárolni. Az is nagyon külön tetszett a gyerekeknek, és hát ugye kiteljesedik ez a napunk a Maga Föld napján, ahol először is zöldsítsük be, és szépítsük meg az óvodánk udvarát, hozzá egy virágot, akciót hirdettünk, és a gyerekek mind egy-egy tő kis virággal érkeztek ma reggel, nagyon aranyosak voltak a szülőink, és nagyon hálásak vagyunk neki, mert rendkívül partnerek ebben, sőt segítségünkre is vannak, mert ennyi dolgos kezet azért határos az, hogy mi hány kis csoportot tudunk ellátni, és besegítenek nekünk ilyenkor, tehát ezeket válogatjuk, elültergetjük, és aztán mind többi tevékenységhez kapcsolódóan újra hasznosítottunk, újra papírt készítettünk, és ugye most készülnek a Globika földanya üzenetével, hogy vigyázzuk, óvjuk, mert hogy egy gyerek készíti, aztán 2-5 hazaviszi ezt az üzenet, és már sokan üzenjük, hogy vigyázzunk a földre, hogy gondoljuk, hogy ez azért így már hathatós lesz. Szakemberként mit tapasztalsz, a gyerekek mennyire fogékonyak a környezettudatosság irányába? Én azt gondolom, hogy itt ez a korosztály, amikor el kell hinteni ennek a csiráját. Azért, mert hogy a gyerekeknél ez egy meseszerű megközelítésen különösen rendkívül a szívük mélyére költözik, és édesek, mikor megyünk az utcán, és itt is szemeteltek, tehát azért megjegyzéseket, észreveszik ezeket a problémákat, hogy bizony az illegális lelakóhelyeket a buszról, hogy mit csináltak, szóval azért ők ezt így mind sarkalatos probléma. Kint élik meg, és reméljük, hogy folytatásban így is marad. A gyerekek a földünkkel, vagyis Globival foglalkoztak már az elmúlt napokban, és céljuk, hogy megóvják a bolygót a környezeti ártalmaktól. Mert vigyázunk a földre, és külön gyűjtjük a szemetet. Miért is kell, hogy vigyázzunk a környezetünkre? Mert Globi
Gloomy, mert ha dobáljuk a szemetet, mert ha a kipufogója az autónak füst kijön belőle, akkor Globi rosszul lesz tőle. Hogy más Bendegúz, ott jártunkkor a szelektív hulladékgyűjtés témakörében játszott barátaival. Virág. És hová gyűjtenéd? Melyik kukába gyűjtenéd? Feketébe. Miért? Mert ez földben nő. A hétvezér óvoda közössége a szülőket is meghívta, hogy egy közös, önfeledt délelőttöt töltsenek gyermekeikkel. A programok között a virágültetés is szerepelt. Együtt legyünk, meg ugye a földnapja van. Milyen tevékenységeket próbáltatok, és mennyire idegen vagy kevéssé idegen számotokra az, hogy közösen kertészkedtek? Hát kevésbé, nem mindig szoktunk, de most pont ezért akartam, hogy itt legalább kipróbáljuk. Na és Levi, mesélj nekem egy kicsit, miért is jó a kertészkedés? Jó dolog a kertészkedés? Igen. Miért? Mit csináltál itt a mai napon, Levente? Ültettem. Mit ültettél? Virágokat. Milyen virágot? Milyen színű virágot? Lilát, meg ilyesmit. Miért is fontos, hogy vigyázzunk a környezetünkre, és legyenek körülöttünk virágok? Szerinted az miért jó? Azért, mert az nem szennyezi a levegőt. A programok délután is folytatódtak a művelődési központban. A földnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes eredmény hirdetésével. Sőrés István alpolgármester köszöntőjében elmondta, mintegy 150 gyermekalkotás érkezett a témában az idei felhívásra a város óvodáiból és iskoláiból. Mint kiemelte, naponta 3,5 millió tonnányi hulladék keletkezik a bolygónkon, amely döbbenetes mennyiséget takar, és a céljuk, hogy a fiatalok környezettudatosabban viselkedjenek. A gyermekek 3 korcsoportban mérették meg magukat. A felsősök kategóriájában Gyetkó Blanka a 2. helyet érte el a zsűri döntése alapján. A rajzomon látható egy kutyasétáltató park, és azért rajzoltam, hogy böszörménybe legyen, mert szerintem jó, hogyha sétáltatjuk a kutyákat, és akkor többet vagyunk a szabadban, és meg a újrahasznosítást is fontos. Blanka, azt gondolom, hogy a ti családotokban az, hogy szerettek rajzolni, az tulajdonképp tényleg genetikailag öröklődik. Te miért is szeretsz igazán alkotni? Hát szeretem így a színeket keverni, használni, a többféle ecseteket, meg az palettákat, meg a festőkellékeket. Na és környezetvédelem, környezettudatosság, itt elhangzott a megnyitón, a ti generációtok az már valóban oda fog figyelni a bolygónkra, illetve a földünk egészségére. Te is így látod ezt? Igen, szerintem mindenképp, mert nagyon fontos, mert ha nem lesz, akkor nem fogunk létezni, és nagyon fontos, hogy legyen.